Itt vagyunk a Múzeumparkban, itt van velünk Molnár Pál igazgató úr, a Városgondnokság vezetője. Milyen munkafolyamatok zajlanak itt most, nagy a nyüzsgés, sürgés, forgás itt körülöttünk? A város életében évek óta húzódó probléma az, hogy a víztorony környékét, a belváros egyik szép pontját rendbe rakjuk. Az elmúlt évben volt egy elképzelés, ezt az elképzelést ebben az évben tettek követték, nevezetesen a víztorony környékét, ami korábban egy elég gyenge és rossz minőségű burkolóanyaggal volt körbeburkolva, kicseréljük, és a Városgondnokság beton üzemében előállított burkolókövekkel pótoljuk a hiányzó szakaszokat. Természetesen a hiányzó szakaszok alatt azt kell érteni, hogy teljesen egy új 600 négyzetméteres burkolfelületet fogunk kapni. Mikor láttak hozzá a munkálatokhoz? Három hete kezdtünk hozzá az első kapavágásokhoz, ha lehet így fogalmazni, és körülbelül június 15-20-ára szeretnénk átadni, amely időpont a Birka Főző Fesztivált megelőző egy hét, és bízom benne, hogy a birka főzők már ezt a részt is birtokba tudják venni. Milyen nagyságrendű összegről beszélhetünk ennek a projektnek a kapcsán? Természetesen milliós nagyságrendről beszélhetünk, de hogyha egy picit arrébb nézünk és a Kálvin utcát megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ott egy áruklefedés is folyamatban van, a kettő egy olyan 8-10 millió forintba fog kerülni, de természetesen azokat a költségelemeket, amelyeket közmunkaprogram keretében közvetlen költségként ki tudtunk váltani, azokat megtettük, amely a költséghatékonyságot növelni fogja. Tehát akkor azt mondja igazgató úr, hogy itt a rend lesz, minden nagyon szép lesz a birkafőző fesztiválra. Miért fontos ez? Ebben a két dologban természetesen rend lesz, de a távlati elképzeléseim között szerepel az is, hogy ezt a múzeumparkot egy olyan állapotba hozzuk, ahol a nyári időszakban állandó zöld felületet tudunk biztosítani, ehhez az állandó zöld felülethez viszont öntözési lehetőséget kell biztosítani. A gyepet öntözni kell, akkor fog egész évben, főleg a nyári időszakban szépen díszleni, de ami az előző két projektet illeti, tehát a térburkolatot és a áruklefedés, az természetesen birkafőzőre rendben lesz. Folyik ugye a közmunkaprogram a városban, milyen elképzeléseik vannak, egyre jobban szépül, tisztaságrend van a városban? Hát erre mindig is kényesen odafigyeltünk, vagy odafigyeltünk, hogyha kevés létszámmal is, de a város legbelső részét mindenféleképpen szerettük volna rendben tartani. A közfoglalkoztatási létszám azonban növekszik, mert 200 fővel dolgozunk. Tudunk a város belterületéről kiebb is mozdulni, a perifériásabb területeket is elkezdtük rendbe rakni. Természetesen a főcsapás irány most is a város belterülete, ezt látogatják a legtöbben az itt lakók is, valamint a ide érkező vendégek is. Ami nagyobb volumenű munka a város életében, az az árkoknak a rendbetétele, ugyanis ez nagyon-nagyon fontos, láthattuk, hogy az elmúlt időszakban özönvízszerű esőzések voltak, amelyek szerencsére karszogot elkerülték, de úgy érzem, hogy a szélsőséges időjárási körülményekre is föl vagyunk készülve, de ezeket a csatornaszakaszokat, árokszakaszokat mindig karban kell tartani. Ez egy nagyon nagy feladat a város életében, és a közmunkaprogram egyik nagyon-nagyon fontos állomása. Külterületen is elkezdett mozgolódni a közfoglalkoztatási munkavállalók nagy része, ugyanis a mezőgazdasági földutakat elkezdtük karbatartani. Itt erőgépekkel és kézimunkaerővel folytatjuk ezt a munkát, valamint a belterületi útszakaszoknak a sérült részeit, tehát a kátyús részeket is az elkövetkezendő hetekben elkezdjük rendbe rakni. Köszönöm az interjút és jó munkát! Köszönöm szépen!